A gyermekéhezés és a gyermekszegénység megszüntetését európai szintű minimálbért, a 25 év alattiak teljes foglalkoztatását és a női munka jobb megbecsülését tűzte ki feladatul az MSZP, az Európai Parlamentben, mondta a párt Európa Parlamenti lista vezetője. Szanyi Tibor azt mondta, olyan mozgalomhoz csatlakoznak majd, amelynek minden tagja arra törekszik, hogy baloldali Európa alakuljon ki. A stúdióban vendégünk Veres János, Európa Parlamenti képviselőjelölt, az MSZP színeiben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok! Volt egy meglepő kijelentése a listavezető úrnak, ami nekem szemet szúrt. Mesterházy Attila elnök úr azt mondta, hogy olyannyira fontosnak fogja tartani a szocialista párt a magyar érdekeket, a képviseletét az Európai Parlamentben, hogy ő azt szeretné, hogyha a leendő szocialista európai parlamenti képviselők, azok akár a jobb oldallal is összefognának bizonyos magyar érdekek képviseletét. Erre Szanyi Tibor elég határozottan és markánsan azt mondta, hogy ő bizony nem ért egyet a szocialista párt elnökével, számtalan ügy volt, ahol összefoghattak volna. Az nem történt meg, hát ő ezt nem érzi jó iránynak. Ön mit gondol erről? Azt gondolom erről, hogy ez egy demokratikus párt, amelyben Szanyi Tibor azt gondolja, amit elmondott, és értelemszerűen a pártelnök, amit elmondott, az pedig a párt többi tagjai többségének az álláspontját képviseli. Ezért azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, ha most az én személyes véleményemet kérdezi, akkor nyilván nem a kollégáimnak a véleményéről, vagy a nyilatkozatairól kell véleményt mondjak, hanem ebben az álláspontom az, hogy vannak olyan ügyek, amely ügyekben igen lehetséges összefogni ezzel, azzal, vagy amazzal, hogyha az ügyet sikerre lehet vinni. Ha magyar érdekről van szó, és világos magyar érdekről van szó, nemzeti érdekről van szó, akkor szerintem értelemszerűen igen, van értelme összefogni jobb oldalnak és bal oldalnak egymással. Pont. Más víz akusztikája volt a mondatnak, hát ugye ez nyilván lehetséges. Nem jönt meg, mert van egy irgalmatlan mélységű belpolitikai kavargás is most ebben a pillanatban. Támadják Mesterházy elnök urat, nem támadják Mesterházy urat, sok kritika érte, vice versa. Ön egyébként mit gondol erről? Hát mindenki úgy értelmezte Szanyi Tibor sajt, hogy ő tulajdonképpen Sejem Zsinort küldött a szocialista pártra. Nem. Szerintem ez túlzás egy ilyen kijelentés mögött ilyenfajta értelmet gondolni. Én a következőt gondolom. Európai parlamenti választásról készülünk Magyarországon is, mint ahogy az Európai Unió többi országában. Ezért szerintem a legfontosabb az, hogy ennek a választásnak az előkészítése során a szocialista párt megfelelőképpen tudja a programját, szándékait, elgondolásait a választópolgárokhoz eljuttatni. Minél több alkalommal, minél több módon, például televíziós műsorokon keresztül, amire kevés lehetőségünk van, akkor is elmondani azt, hogy mit gondolunk ezekről a kérdésekről. Én semmiképpen nem gondolom, hogy itt az lenne a kérdés, hogy valaki valaki ellen tesz-e valamit, vagy nem tesz valamit, mert szerintem ez sokkal rangú kérdés. Egyébként a szocialista párt, hogy akkor a végső mondatot is kimondjam, ezt a kérdést eldöntötte. A választmány elhatározta azt, hogy milyen ütemben fogja megtárgyalni a választások tapasztalatait, és ennek az évnek a végéig egy felmenőrendszerű tisztújítással lezárja ezt a folyamatot. Fölösleges bármi mást mondani, Beres hiszen ebben határozott döntés van. Beres úr, politikus, egy önt idézem, igen. Aki azt mondja, hogy régóta biciklizem politikai pályán, pontosan tudtam, mi lesz a következménye Simon ügynek, és minden másnak. Nyilván azt is tudta, hogy mi lesz a következménye egy elvesztett közösen indulós választásnak. Nem hiszem, hogy ez önt meglepi, és azt sem, hogy a menetrendek, a pártszabályok szerinti menetrendek mögé mindig mindenki, amióta Magyarországon több pártrendszer van, belegondolt, sokkal okkal, joggal gondolt bele hátsó folyamatokat. Semmi probléma nincs ezzel. Például, mint régi harcos, aki azért a belpolitikában harcolt, így visszagondolva, azok közé tartozik, azt mondják, hogy jó gondolat volt összefogni a többi párttal, vagy azok közé azt mondják, hogy jobb lett volna a szocialista párt egyedül méretet. Látja, ez egy teljesen indiferens kérdés a mai napon. Tekintettel arra, hogy ez egy lezárt ügy. Azonnal rátérünk az Európai Parlamentre. De miért? Indiferens kérdés. Csak kíváncsi, hogy a személyes vélemény. De indiferens a kérdés, bárhogyan. Azt gondolom, hogy nekünk azt kell nézni, hogy itt most önállóan a Magyar Szocialista Párt indult el az Európai Parlamenti választási listájával, azért, hogy meggyőzzön minél több magyar állampolgárt arról, hogy érdemes ránk szavazni, mert olyan értékeket képvisel ez a párt az Egyesült Európában, amely értékek fontosak a magyar embereknek, fontos Magyarországon állampolgárainak, akik részt fognak venni a választáson. Szerintem ez a fontos. Rendben. Hogyan képzelik el önök a baloldali Európát? Mit jelent az, hogy...
Ez egy viszonylag hosszú folyamat eredményeképpen már eljutottunk oda, hogy az Európai Parlamentben, illetve az Európai Parlament mellett létrejöttek olyan pártkezdeményezések, pártok, amelyek a különböző nézetrendszereket próbálják integrálni Európában. Ugye ezek a pártok, amelyek európai néppártként, illetve európai szocialista pártként is működnek, európai liberális pártként is működnek, ezek ugye nem olyan pártok, mint az országokon belül működő pártok, hiszen ezek a pártok közösségeként jönnek létre. Ha úgy tetszik, akkor a pártok pártjai, és nem pedig a magánszemélyek pártjai. Mindegyik megfogalmazta a maga nézetrendszerét. Miután az elmúlt 10 évben a két európai bizottság, amely mögöttünk van, az egy jobboldali többségű testület volt. Egy jobboldali, ha nem is többségű, de legerősebb frakcióval az Európai Parlamentben. Ezért azok a döntések, amelyek születtek Európában, az Európai Parlament szintjén és az Európai Bizottság szintjén, ezek nyilvánvalóan a markáns jobboldali politikának megfelelő döntések voltak. Ennek a kritikája zajlott az előző időszakban az Európai Parlament baloldali ellenzéke részéről, és most, amikor kampány van, akkor értelemszerűen ez a két nagy politikai erő megkívánja mutatni, hogy mit gondol másként. Markánsan 3 különbséget fogalmazhatok meg az idő rövidsége miatt. Az egyik az az, hogy Európában a válságkezelés, tehát a 2008 utáni időszak válságkezelése az nem egy offenzív programként valósult meg, hanem egy olyan programként valósult meg, amely egy szűkítő jellegű politikát jelentett Európában. Az európai szocialisták azt mondták el, hogy ez nincs rendben, hanem igenis offenzív, bővülő Európára kell számolni, befektetésekkel számolni, több munkahelyekkel számolni. Ez a markáns különbsége a két nagy politikai csoport programjának, hogyha összepróbálják ezeket hasonlítani. Ezt többen kritizálták azzal, hogy tulajdonképpen az európai baloldalnak is az a baja, hogy neoliberális gazdaságpolitikában, és maguk is azért kaptak ki katasztrofálisan 2010-ben, mert azt gondolom, hogy az európai baloldalra azt mondani, hogy neoliberális gazdaságpolitikában hisz, nem érdemes. Ennél sokkal durvábbakat is olvastam. Tokkal vonóval lefeküdt a tőkének. Én elhiszem, hogy ezt olvasta, csak ez nem valóság. De azt tudom mondani, hogy a kritika a baloldal részéről az Európai Parlamentben mindvégig megnyilvánult, mindvégig elhangzott, nem volt hozzá többsége, hogy ez megvalósuljon. Ma, amikor egy ilyen választásra készülünk, akkor elég markánsan, ugye most ráadásul már a megváltozott szabályok miatt két személyben is megtestesül ez a különböző politika, hiszen például hétfőn egy olyan vitára is sor fog kerülni, a két listavezető fogja elmondani a nézeteit. Ma ezt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, mármint Magyarországon, hogy mi is elmondjuk a magyar választópolgároknak, és amit a idézett, egyetlen egy pont kivételével, de lényegében a mai sajtótájékoztatón elmondtuk a legfontosabb üzeneteinket, amit országjárás során nagyon sok helyen, nagyon sok településen, nagyon sok emberrel találkozva szeretnénk továbbvinni. Az egy pont, ami hiányzott, mert mi azt is mondtuk a mai napon, hogy minimális nyugdíjra is szükség van Európában. Mert hogy nagyon sokan vannak a nyugdíjasok között, akiknek sajnos az is kérdés a hónap vége felé, hogy gyógyszer vagy élelmiszer. Nyugati bérek se ártanának. Nagyon időn túl vagyunk, most másképp próbálkozom. Igen. Örül-e annak, hogy most külön mérettetnek meg az európai parlamenti választáson? Ez egy olyan tényszerű helyzet, amelyet én elfogadok, és megteszek mindent annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljen a szocialista párt. Higgy el, hogy nincs értelme visszatérni kérdésekkel arra. De a súlyoknak egyébként valószínűleg lesz következménye a következő. Hát, hogyne lenne, mindig ki van. Ki mennyi voksot szerzett. Mindig van. A választások erről szólnak, a politikusok tevékenységét, a politikai pártok tevékenységét azzal mérik meg, hogy vajon milyen támogatottságra tudnak szert tenni az adott választások során. Most is egy választás következik, és ennek is nagyon nagy jelentősége lesz természetesen, hogy a szocialista párt többi politikai erő, vajon milyen támogatást kap a magyar választópolgároktól. Mi azért dolgozunk, hogy minél magasabb legyen ez a támogatás. Feles János képviselő, köszönöm, hogy elfogadta a kívásunkat. Én is köszönöm.